Mi új szentesiek, és nem csak új szentesiek, hanem Temes megyének is, büszkék vagyunk arra, hogy ez a verseny itt már 8. alkalommal lehet megszervezni. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, ugye 15 megyéből jöttünk, ez eddig még így nem volt, a tavaly 14 megye volt, még csak 2 hiányzik a maximumig. Reméljük jövőre azt sikerül elérni. Köszöntöm az egybegyűlteket, köszöntöm a vendégeinket, és egy idézetet kerestem ki a tegnap előtt, nagyon megtetszett, és majd mindegyik gyerek meg fogja kapni tulajdonképpen majd a meglepetéskor. Kodály Zoltán írta, és azt mondja, hogy aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza. Itt van a teremben egy népdal énekes nő, aki a Bákó megyeieket elkísérte, Nyisztor Ilona. Itt van közöttünk, és... Igen. Mikor megláttam a nevét a kísérő listáján, hát akkor ugye megütötte a fülemet a nevemet, többszörös díjazott, különböző kitüntetésekben részesült, legutóbb a Magyar Örökség díjat kapta meg, úgyhogy Ilona nagyon szereti a zenét, a népdalt ugyebár belőle táplálkozik, ő egy élő példa arra, hogy miben segíthetünk a zene. Úgyhogy megkérlek szépen, Ilona, hogy kecsegtesd meg, kopogtasd be a lelkünkbe, hogy itten felviduljunk Máli korán reggel egy népdallal. Nekem nagy megtiszteltetés, hogy ezt a 8. népdalversenyt megnyitja egy moldovai énekkel. Hallgassák, majd szeretném. Orondás víz magja, orondás víz magja, felnőtt Thank you.
De interpretarea cântecelor populare maghiare la cea de-a 8-a ediție. Vă zic bună ziua! Eu la Portivalo. Mă bucur că ați venit în număr așa mare. Am înțeles că în acest an sunt prezenți 15 județe la noi. Așa cum știți, pentru noi a devenit o tradiție ca acest festival să se desfășoare aici și ne dorim în continuare să rămână tot aici, bineînțeles dacă celelalte județe vor fi de acord. Mulțumesc oficialităților că sunt prezente lângă noi, mulțumesc jurilor, mulțumesc și salut delegația din Senteș care încă o dată se dovedește că sunt real prieteni ai noștri și localitate împărțită cu noi și sunt prezenți aici. Mulțumesc tuturor celor care sprijină acest concurs. Mulțumesc Consiliul Local și în mod special tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui concurs. Urez succes tuturor concurenților și să aibă un real succes la sfârșitul acestui festival. O zi bună și succes! Domnule primar, domnilor inspectori, stimați membri ai juriilor, dragi elevi, dragi părinți, dacă spunem octombrie, în acest an spunem două evenimente importante. Concursul directorilor și o zi rozea. Eu așa am înțeles de la domnul inspector că astăzi dăm examenul pentru directori, deci ne mai rămâne concursul de cântece populare maghiare. Mulțumim, domnilor inspector. Tradiție înseamnă viață oglindită în datin, în obiceiuri, în cântece. Cred și sper ca acest concurs să devină încet, încet o tradiție. Faptul că, iată, de 8 ani ne revedem în această lună de toamnă, înseamnă ceva și pentru noi și sper că și pentru dumneavoastră. Chiar dacă afară timpul este așa cum este, ohorât și plouă, să știți că sufletele noastre nu sunt așa. Și sunt încărcate de emoție și de bucurie să vă avem oaspeți și să facem totul pentru dumneavoastră și pentru copii, să se simtă într-adevăr bine la Dumbrăvița
și să transformăm emoțiile concursului în bucurie, în veselie, în căldură și în prietenie. Vă doresc ca acest timp petrecut la Dumbrăvița să vă rămână viu în memorie și să reveniți cu plăcere ori de câte ori aveți ocazia la Dumbrăvița. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, colegilor mei dascăli, care au făcut posibil acest concurs, Inspectoratului Școlar pentru sprijinul acordat, Ministerului pentru finanțele care au fost alocate, domnului primar, Consiliului Local, Consiliului Județean Timiș, tuturor celor care au participat așa cum au putut pentru buna desfășurare acestui concurs. Iar tinerilor și viitorilor interpreți le urăm mult, mult succes!15 megye jött el az idén, Szeben megye csatlakozott, ők még voltak ezelőtt 3-4 évvel, és most újból itt vannak, úgyhogy még 15 megye az országos népdalvetélkedőn nem volt, 17 a meg maximum, hiányzik Bukarest és Besztercze. Reméljük, hogy jövőre akkor majd igyekeztetjük, vagy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hát már legyenek itt, hogy legyen meg a maximális létszám. Temesváron a bentlakásokban szállásoljuk őket. Az idén az étkezést azt megpróbáltuk megoldani itt az iskola ebédlőjében és a katolikus parokián, hogy már ne vigyük be Temesvárra. Így egy kis időt nyertünk, és a szervezileg könnyebben át tudtuk fogni a dolgokat. Hát idejében elküldik a bejelentkezéseket, a csapat dolgozik, a titkárságon a magyar óvónénik, a többiekben a román kollégák besegítenek. Itt szakásnőtől fogva, takarítónőig, itt mindenki be van vonva a versenybe, sőt, még olyanok is, akik csak újszentesiek, háziasszonyok csoportja, mármint ugye a kulturális csoportok, a Butykos Néptánc csoport, olyan káderek, akik nem a mi iskolákban tanítanak, de szeretnek, és az idén részt akarnak venni a verseny szervezésében. Ilyen 5 példa is van, hogy román ajkúak, hogy jövünk segíteni? Hát mondom, persze, hogy igen. Újszentesi versenyzőnk van, igen, már 3 éve ő ugye mindig megnyeri a megyei első díjat az ő kategóriájában, Lengyel Miklósról van szó, és szurkolunk neki. Részvételi díjakat gondoltunk ki, minden évben mindig kaptak valamit. A tavalyra azt gondoltam ki, hogy egy naptárral lepjen meg, egy 2017-es naptárral, amiben a tavalyi képekből szelektáltam. Kategóriánként, persze az utolsó lapon Miki, a Lengyel Miklós újszentesi gyerek van a több gyerek társaságában, de ez egy tényleg nagyon sikeres kép, hogy az decemberre való. Sőt, még a naptárban kijelöltük októberben, hogy 20-21-22 az jövőre itt népdalvetélkedő. A zsűri számára egy ilyen határidőnaplót gondoltunk ki, hogy aztán jó tervezzék be, hogy jövőre itt lehessenek. Díjak, könyveket a díjazottak, pedig könyveket kapnak, azt, ami után a gálán kiosztjuk nekik. Éj este késünk, hizet ütött az úrra. Ilyen későn kidalul a faluba. Én dalulok, mert nem bírok elaludni, fáj a zárva szívem, miért tudtalak szeret. Éjfél után kettőt ütött az óra. Ilyen későn mégis szól a furúja, ha hazamegyek, letelek.
Yeah.
tetejében, három piros alma annak tetejében.